For God's sake, this man cannot remain power. Próbálja tompítani az amerikai elnök varsói kijelentéseinek élét a nyugati diplomácia. Joe Biden ugyanis több indulatos megállapítást tett a lengyel fővárosban, köztük azt, hogy Vladimir Putyin idézzük, egyszerűen nem maradhat hatalmon. Az Izraelben tárgyaló amerikai külügyminiszter azt magyarázta, szó sincs arról, hogy az Egyesült Államok egy oroszországi hatalomváltáson dolgozna. Joe Biden megjegyzése kizárólag arra vonatkozott, hogy Vladimir Putyin elnöki jogköre nem hatalmazza felőt arra, hogy agressziót kövessen el Ukrajna vagy bármelyik másik állam ellen. Ami Vladimir Putyin megbizatását illeti, arról az orosz nép dönt, fogalmazott a Krem szóvivője. Dimitri Peszkov arra is utalt, hogy megnehezíti a tárgyalásokat az idézzük finoman szólva is udvariatlan beszéd. A francia elnök szerint a tartós fegyvernyugvás elérése a cél, és ezt hátráltatja a szavak háborúja. Emmanuel Macron arra reagált, hogy Joe Biden mészárosnak nevezte Putyint. Ő biztosan nem fogalmazott volna így, hiszen továbbra is Putyinnal kell tárgyalnia. Az EU célja, hogy anélkül vessen véget a háborúnak, hogy maga is háborúba keveredne, illetve a jelenleginél durvább harcokat generálna. Ami a nemzetközi közösségre, pontosabban a Nemzetközi Büntetőbíróságra tartozik, az az ukrajnai invázió és az elkövetett háborús bűnök. Ezekért az orosz elnöknek és társainak kell felelniük, fogalmazott a brit kormány oktatási minisztere Nadim Zahavi. De, reálne,